Gyűrűk urának a mágikus személyhez kezd hasonlítani mindaz, ami zajlik a közfoglalkoztatáshoz illesztetten. Tózd városa jeles példa lehet ebben az elkövetkezendő időszakban, ahol kamerákkal kívánják megfigyelni a közfoglalkoztatottakat. Nézzék, ha már a gyökereik közösek, Fidesz, Jobbik, meg az ászló is, amit lobogtatnak, akkor a megoldásokat is közösen kellene megtalálni ezekben az ügyekben, mégpedig normális megoldásokat. Mondanék néhányat, talán javallatként is, amelyben Rizs Gábor képviselő úr talán tud segíteni a helyi erőknek. A Jobbiknak azt javasolnám, hogy mondjuk a munkaegészségügyi feltételek biztosításában jeleskedjék, mondjuk nyáron a közfoglalkoztatottnak legyen példaként víz, de talán abban is, hogy a munkaszervezés tekintetében legyen, aki kiadja a munkát, legyen, aki nyomköveti, irányítja, legyen, aki számon kéri. A Fidesznek talán azt tudnám javallani, hogy elsősorban és legkiváltképp azt az ellopott pénzt a közfoglalkoztatottaktól, tudják, a 47 ezer forintos közfoglalkoztatotti bérbehozatalával kapcsolatosan, azt, ami előtte volt, azt adják vissza a közfoglalkoztatottaknak. A másik, hogy mondjuk a közszférából ne rúgdossák ki az embereket, majd közfoglalkoztatottként alkalmazzák vissza éhbérért. De van közös felület is az önök számára, a Fidesz-Jobbik együtt. Tehetnék azt is, hogy mondjuk minél inkább értékteremtő tevékenységgel párosuló folyamatokat indítanak el, és a tisztes megélhetés alapjához illesztett feltételeket biztosítják. Kérdésként négy egyszerű kérdést tennék fel. Azt kérem, ne másról beszéljen, a kérdésekre válaszoljon. Normális dolog ez, jó ez, helyén való ez, hogy kamerákkal figyelnek meg embereket ahelyett, hogy mondjuk munkaszervezőket alkalmaznának? Mindezek mellett a munkaegészségügyi feltételeket biztosítani kívánják, garantálják mindezt? Értékteremtéssel párosuló közfoglalkoztatásokat fognak csinálni, nem úgy, mint Gyöngyfán példaként? És utolsóként azt szeretném kérdezni, mikor adják vissza az ellopott pénzeket a közfoglalkoztatottaknak? Köszönöm szépen! Pogácsás Tibor államtitkár úr válaszol, tessék! Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! A kérdésére röviden annyit tudok válaszolni, hogy Ózd város önkormányzata döntött arról, hogy olyan eszközöket vásárolnak, amelyekkel megfigyelik a közmunkásokat, és Ózd városa mindezt a saját költségvetési tartalékából, általános tartalékából finanszírozta, tehát nem a közfoglalkoztatásra pályázott, illetve elnyert forrásokból. A Ózd településen, Ózd városában egyébként jelen pillanatban van hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program, országos közfoglalkoztatási program, járás és tart munka mintaprogram, és ezekkel összefüggően képzés is. A település a saját igényeinek megfelelően nyújtott be pályázatokat a közmunkára, és értékteremtő közmunkaprogramokat indítva önkormányzati épületek, oktatási intézmények felújítását, kertészeti munkákat végeznek. Kertészeti munkán belül az idei évtől végeznek fóliasátras növénytermesztést, ezen túlmenően az idei évtől állattartást, szőlőtelepítést, szabadtéri bútorgyártást, arborétum, tanösvény kialakítása, csemetekertek, dísznövénykertészet, ezekre pályáztak ebben az évben. Az idei évben eddig 1270 fő vett részt a közmunkaprogramban, az idei évre előirányzott, illetve megpályázott forrás összege pedig 1.112.708.000 forint. Azon feltételeket, amelyeket a közmunkaprogramhoz szükséges szerződésben vállaltak, annak a teljesítését pedig természetesen ellenőrizni fogjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tisztelt országgyűlés. Ander